Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és elmondhatjuk nektek ezt a kis Nógrád szíve történetet. Nem egyedül jöttem, hanem hoztam magammal két ajándékot, akiket majd szeretném, hogyha ők magukat bemutatnák, és ők is nektek hoztak egy kis ajándékot. A Kékutcás stratégiáról fogok nagyon röviden beszélni. Igazából csak a Jéghegy csúcsát tudom róla elmesélni, és ez nem is ennek a mai alkalomnak a témája. Erről nagyon sokat tudnék mesélni, mert én 2005 óta foglalkozom képutcás stratégiával. 2007-2008-ban kutatója is voltam, és azóta is ezzel a módszertannal dolgozom, és a Nógrád szíve kistérségfejlesztést is e-módszertan mentén vezetem, körülbelül 9 éve. Miért jó a képutcás stratégia térség és település fejlesztése? Igazából ennyit szeretnék elmondani majd, hogy ez miért alkalmas ez a módszertan a település és térségfejlesztés, egyébként akár ország pozícionálása. Azt a címet adtam ennek a kis előadásnak, hogy környezettudatosság rendszer szemléletben, mert a Nógrád szíve kistérséget a környezettudatosság mentén pozícionáljuk, mint a zöld megye, ami mi vagyunk a legerdősültebb megye, és nálunk talán a legfontosabb, és lehet, hogy a fiatalok is emiatt találnak ránk. Nógrád szívéről annyit lehet tudni, egy 11 településből álló kistérség, 100 négyzetkilométer területet egy ilyen sematikus szív formájában vannak ezek a kis falvak egymás körül. Van két MÁV pályaudvarunk, az Asszó út Balassagy Armat vonalon van ez a két pályaudvar, Galgó úta és Nógrád köves. És ezért a vonalért nagyon sokat lobbizunk is, hogy ez nem csak, hogy megmaradjon, mert ugye az a léte is egyébként kérdés, hanem hogy ha lehet, akkor zöld vasút legyen belőle, és zöld vasút alatt, ugye ez még mindig dízel meghajtású, ezen a vonalon futó járatok, és azt szeretnénk elérni, hogy ha lehet, akkor ez legyen Magyarország egyik első, vagy az első hidrogén meghajtású vasútvonala, ami nagyon szépen illene a zöld megye pozíciónkhoz. Sokat lobbizunk, önkormányzati, régióbeli, kormányszinten is, vállalatoknál, gazdasági szférában, magánszemélyeknél, tehát mindenkit, akit csak találunk, hogy valamilyen módon csatlakozhatna a kistérségfejlesztésünkbe. Én sok éven keresztül a barátaimtól, mindenkitől megkérdeztem, hogy nem veszel egy vályogházat Bercenen? Nem veszel egy vályogházat Galga után? És így elég sok magánszemély, először még csak a barátaim, aztán a barátaim barátai, aztán így már vagyunk már több generációs barátok is egymás mögött, akik most már figyeljük, hogy mi zajlik itt. És természetesen meghívunk politikusokat is, és döntéshozókat is, akiknek szeretnénk prezentálni, hogy mit lehet náluk csinálni. Azt a nevet adtuk a kistérségnek, hogy Nógrád szíve játszótér, és ezt most nem olyan értelemben, hogy vannak hinták, meg kalandpark, meg ilyesmi, hanem hogy ott van játszótér, tehát játéktérünk, hát talán játékteret kellett volna mondani, amiben minden olyan játékost várunk, akik valamilyen módon a természetvédelemmel, illetve hát mi, ahogy a teremtett világ védelmével kapcsolatban szeretnének szépet, jót és előremutatót hozni hozzánk, illetve bemutatni mint a projektként, és ebben segítjük őket. Igazából így kerültünk mi Kingával és Mikivel is kapcsolatban. Volt egy Szőcs Géza államtitkár úr, ő többször volt lent nálunk, és ő meglátta bennünk azt a mintaprojekt lehetőségét, amit így ő mondta így, hogy ezt a miniszterelnök úrnak látnia kell. És akkor vele dolgoztunk azon, hogy hát hogyan lehetne miniszterelnök urat valamilyen alkalomra hozzánk meghívni, ami hát sajnos a Géza elmeneteléig nem történt meg. És most egy picit ilyen, hogy mondjam így,
ilyen támogató, ilyen politikai támogató nélkül maradtunk, de továbbra is keressük azt a személyt, aki Géza után egy kicsit meglátja bennünk szintén a lehetőséget. A MAUT az a Magyar Autópályák, a út és vasútépítőknek az egyesülete, a társasága, és ők is meghívtak minket most már többször, több rendezvényre, hogy bemutatkozhassunk. A legutolsó az a 7. MAUTI Innovációs Fórum volt, ahol kaptunk lehetőséget arra, hogy egy 12 perces kis rövid előadásban bemutassuk, hogy miről is van szó. Azért volt fantasztikus, mert az első előadást a köztársasági elnök úr tartotta, ezért mivel online konferencia volt, nyilván nem a mi Nógrádi Cilénk miatt, hanem elsősorban a többi előadó miatt, de nagyon sokan jelentkeztek rá. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség volt nekünk, és igyekeztünk tényleg úgy megcsinálni ezt az előadást, hogy szóljon. Mit szeretnénk, tehát mivé szeretnénk válni? Ez a környezetudatos játszótér, ez egy város gyűrű közepén található. 30 és 70 kilométer távolságban ezek a városok vannak körülöttünk. A legmesszebb természetesen Budapest, de még Budapestnek is szeretnénk a környezettudatos játék terévé válni. Mit lehet nálunk csinálni a sportoláson, természetjáráson kívül? Startup inkubációba is fogtunk, úgyhogy most már ezt a szerepet is elkezdtük. Vállalkozásra, és ez mind környezettudatos projektekről beszélünk, tehát olyanokról, amelyek, ha lehet, akkor vagy zéró, vagy akár negatív ökológiai lábnyom hagyására törekedjenek. És meghirdettük ezt az úgynevezett természetipari parkot, ami pont ezt takarja, hogy negatív ökológiai lábnyom, vagy minimum zéró. Kékutcán az egy szimbólum, a Kékutcán stratégia az egy szimbólum, a hatalmas versenytársaktól mentes piaci térnek a szimbóluma. Ez a két kép annak a két professzornak a tollából való, akikkel nekem volt alkalmam együtt dolgozni és együtt kutatni. Elsősorban retrospektív kutatásokat csináltunk velük, tehát nagyon nagy sikereket, üzleti sikereket, illetve nagyon nagy üzleti bukásokat vizsgáltunk a stratégiai módszert a mentén és az eszköztárral. Amit aztán én, amikor eljöttem az intézetből, ahol én együtt dolgoztam velük, én elkezdtem az alkalmazott kékutcás stratégia fele érdeklődni, és azt néztem, és dolgoztam vállalatokkal, kisebb-nagyobb vállalatokkal is, tanítottam nekik a módszertant, az alkalmazást, illetve alkalmazom 9 éve a kistérségfejlesztés mentén, amire. Azt mondtam, hogy csak a témevéig egy csúcsát tudom módszertaninak bemutatni. Ez egy, mint egy precíziós műszer, úgy vannak összeillesztve, és úgy működnek ezek a különböző eszközök, amelyekről most sajnos nem tudok bővebben mesélni. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon szívesen egy másik alkalommal. Szerintem az a rendszerbe szeretett józan ész, tehát nincs benne semmi spanyol viasz, tényleg az eszköztár az nagyon egyszerű. Ami a spanyol viasz benne, ha van, akkor az a rendszer szemlélet. Az, hogy nem lehet elemeket kivenni, mert akkor nem működik. Egyszerűen nem működik. Akkor nem lehet, meg rögtön azt is megmagyarázom. Az alapegyenlete az kékutcán piac, az három pilléren áll, az értékinnováción, fókuszpontos vezetésen és a méltányos eljáráson. És ez a három pillér, ez külön-külön nem hoz sikert. Tehát nem elég. Az értékinnováció az nagyon érdekes csapatépítő program. Nagyon érdekes. Tehát csak csapatépítésre is lehet használni, de akkor nem kell azt várni tőle, hogy kékutcának piacot nyit számunkra. És még egy dolgot szeretnék elmondani róla, hogy ugye a stratégiának hívják, tehát kékutcán stratégia, és a stratégia gyártást az általában szokott az implementáció és a stratégia készítés, az ugye időben és legtöbbször térben is elválik egymástól. És egy statikus dologról beszélünk, tehát megcsinálják a nagyok a stratégiát, és akkor utána a srácok, a többiek pedig követniük kell és implementálni ezt a stratégiát. Itt egyáltalán nem erről van szó, hanem itt rögtön az első pillanattól kezdve az implementáció és a stratégia készítés az tulajdonképpen ugyanakkor, tehát együtt párhuzamosan folyik. És minél nagyobb kölyöket vonunk bele a közös munkába, annál valószínűbb lesz a siker.
Az értékinnováció, az első pillér, az nem technológiai innováció, tehát mi az, ami nem kell hozzá, nem kell hozzá szabadalom, mint innováció, és mi az, ami szintén nem kell hozzá, aminek nagyon fogunk örülni, pénz. Tehát értékinnovációhoz nem feltétlen kell befektetőket bevonnunk, azzal főzünk, amit van. Viszont mi az, ami kell hozzá, az pedig tulajdonképpen egy kiindulási egység, hogy mi az az egység, amit értékinnoválni szeretnénk. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha ezt az első nulladik pontban nem rögzítjük, akkor sajnos az egész munka az elmegy egy olyan labirintusba, ami nem fog eredményt hozni, és ami hát kiszeretünk képzelni stratégiából. Ez nem olyan egyszerű megtalálni azt az egységet, amivel dolgozni akarunk, ez egyáltalán nem olyan egyszerű, és aki az első ilyen műhely munkán túl van, az saját bőrén is fogja tapasztalni, hogy milyen nehéz megtalálni azt az egységet, ami az ideális lesz ahhoz, hogy minél jobb eredményeket tudunk elérni. Egy gyors kérdésem van, hogyha értékinnoválni szeretnénk, szerintetek az a jó, hogyha egy nehéz helyzetből van ötletünk arra, hogy hogyan másszunk ki belőle, vagy ha nincs ötletünk? Csak egy gyors kérdés. Akkor válaszok mondom. Az a jobb, hogyha nincs ötletünk. Mert ha van ötletünk arra, hogy hogyan kell, tehát mondjuk mi vagyunk egy egység, egy csapat, amit szeretnék, akár falufejlesztést például létrehozni, és neked is van ötleted, neked is van ötleted, mindannyiunknak van egy-egy ötlete, hogy hogyan tudnánk megoldani azt az adott problémát, akkor igazából a közös együttmunkánknak meg kell küzdenie minden parciális ötlettel. Tehát mert be kell bizonyítani először egymásnak, hogy jó, de hát van ennél jobb, jó, de... És ez elképesztő mennyiségű energiát emészt föl. Tehát a legjobb az, hogyha az az egység, ami értékinnoválni akar valamit, ott mindenki elfelejti azt, amivel de a képességeit nem, tehát azok kellenek, de mindenki, tehát együtt alakítjuk ki azt a közös stratégiát. Egy kis helytörténet, tehát mi a Nógrádszíve kistérségben, én 1995 óta vagyok Vercelen, HR-ben, humán erőforrás menedzsmentben dolgoztam, és volt egy olyan ötletem, hogy kéne egy jó kis hely, ahol vállalati tréning programokat tudunk szervezni. Akkor indult Magyarországon a vállalati tréningeknek az időszaka, korszaka, és mi voltunk Magyarország első tréning helyszíne, Vercelen, és 1998-ban családi vállalkozásban nyitottuk meg. Akkor azt hiszem tényleg egy kis kék tavat teremtettünk, de nem ez a lényeg. Viszont minden kék óceán és minden kék ötlet elkezd először rózsaszínesedni, tehát a versenytársak, ahogy minél jobbat alkotsz, minél jobban jobb kék óceán piacot teremtesz, annál vonzóbb lesz, és annál hamarabb kezdenek a versenytársak a felé tendálni, hogy hú, itt nekünk is van keresni valónk, esetleg mi is tudunk valamilyen jobbat, olcsóbbat csinálni. Tehát a versenyen indul, ami egy egészséges dolog egyébként. És ez nálunk is bekövetkezett, a trénerek, akik jöttek, saját maguk kezdtek saját tréning helyszínbe gondolkodni. Tehát és a hotelek is. Tehát egy idő után már, most már fölemelsz egy követ, és 6 tréning helyszín van alatta, ami megnérthető, de mi 2005 óta elkezdtünk gondolkodni abban, hogy mi lesz a következő kékocán lehetőség számunkra. Itt gyorsan azért megmutatom a kékocán teremtésének a mechanizmusát, ezt én találtam, vagy én szerkesztettem ezeket a kis Móriczka rajzokat, de azt hiszem elég érthető. Tehát, hogyha megnézzünk egy versenypiacot, egy iparágat, amelynek egyik vertikuma mondjuk egy nagyon vörös versenypiac, és azon akár lehetünk mi a piacvezetők, az a kis pici rózsaszín piramis, akkor ugye ott maximum ilyen kis réspiacokat tudunk szerezni magunkat, és annál, és minél nagyobb a verseny, annál kisebb lesz azokon a piacokon a profit. És ebben az esetben érdemes elkezdeni az úgynevezett nem vevőink fele elgondolni. Mert ugye a piros alapon ott vannak a vevők. Annak az iparágnak azon adott vertikumába tartozó vevők vannak ott. Azon kívül pedig mindenki más. Azokat meg úgy hívjuk egybe, hogy nem vevők. És a kékocán stratégiának az egyik legfontosabb eszköze az úgynevezett nem vevők felé való fordulás. És akkor mit lehet azon csinálni, hogyha már csináltunk egy jó kis nem vevői piacot, arra akár
egy új szolgáltatást, terméket, vagy akár egy új iparágat is tudunk építeni. Ő az a két professzor, akik itt a Képutcán Stratégia, INSEAD Képutcán Stratégia Intézetben kutatnak és tanítanak, és akikkel volt alkalmam együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy az eszközökben nem fogok most belemenni, mert abban nincs idő. Viszont visszatérek ahhoz, hogy a mi kiindulási egységünk, amit így elmondtam, hogy az nagyon fontos, hogy megtaláljuk, hogy mi a kiindulási egység, amivel dolgozni fogunk. Az ugye lehetett volna a Berce kastély, mint már egy vörös piacon, egy versenypiacon küzdő egység, vagy lehetett volna Nógrád megye, vagy lehetett volna Palócföld, ami ugye átnyúlik egészen Szlovákiába is, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt a kis 11 településből álló kis régiót, amiben nagyon-nagyon sok lehetőséget találtunk, fogjuk kiindulási egységként kezelni. Milyen kincseket találtunk, amelyeket lehet a képzésen teremtéshez használni, vályokházakat, romoskúriákat, kádárkockákat, vannak nagyon szép kegyeleti helyeink, bányáink, még alkalmazom, hogy még termelés alatt lévő bányáink, de már gondolkozik a bányavállalat is, és bányavállalattal egy közösen gondolkozunk a későbbi utóhasznosításban, és ez nagyon lényeg, mert ugye a fiatal generációkat bevonjuk, hogy ezeket a bányákat, amit általában a fiatalok nem is nagyon szeretik őket, tehát a bánya művelést, de hogyha egy olyan megoldást találunk, ami utóhasznosításnak nekik tetszik, akkor az mikro. Amiben ők is látják, amiben ők is tudnak szellemi közösséget találni. Van termálvíz kincsünk is, Nógrád megy egyébként az egyedüli, ahol nincs még fürdő, termálfürdő, de még hogy hamarosan lesz. És a természet és az egészség, turizmus, illetve minden, ami az egészséges élet. Erről csak gyorsan két szót mondanék, ez a nevevőktől a nemvevők felé való indulás, ezt a munkát, ezt a Berceli önkormányzattal, illetve a Nógrád megyei fejlesztési ügynökség igazgatójával kezdtük el. Tehát kitaláltuk, hogy kik lehetnek azok a nemvevők, akik a mi kis térségünkben esetleg letelepedéssel kecsegtethetnének minket. És bizony ebbe voltak akár a külföldiek, akár az országos és nemzetközi intézmények, ezekből is van most már nálunk startupok, illetve hát a fiatalok, tehát igazából ők. És ezt azért szeretném itt most átadni nekik a szót, mert ugye az új trendek felé való lépés az egy kitörési út a Képutcán Stratégia szerint, és ez a hatodik, az új trendek, ez a hatodik út. És az új trendek a világban, az pontosan az új generációk egészen más elvárásai, mint amikkel mi éltünk, szocializálódtunk és létezünk. És azt hiszem, hogy nem csak nekem, hanem mindenkinek, minden településen kellene a döntéshozóknak, illetve a projektgazdáknak egy-egy Kingát és egy-egy Miklóst maga mellé vennie, vagy még akár többet is, hogy arra menjen a világ, amerre ők szeretnék a jövőjüket. Úgyhogy akkor én most átadom. Először is köszönjük mi is a lehetőséget, hogy felszólalhatunk és képviselhetjük itt az új generációt. Először röviden bemutatkoznák, én Somogyi Miklós vagyok, 30 éves, Budapesten születtem, életem, tanultam, dolgoztam, mindent csináltam, leszámítva, hogy néhány nagyobbat így utaztam azért így Európán belül egy hátizsákkal a hátamon. És én úgy kerülök ide, hogy kivágyom a városból, hogy számomra már az nem, már szertefoszlott az az illúzió, hogy a városi élet az számomra jelentheti azt a teljességet, amire vágyom, és ahogy nőttem, értem és változott a gondolkodásmódom, úgy kezdtem egyre inkább a természet felé, a természet közelibb élet felé tendálni. És most, hála az égnek, jött ez a lehetőség, hogy Bercelre költözhessünk, ami egy kicsit nagyobb történetnek a része, amire talán a gondolkozás után érnénk ki, hogy milyen nagyobb baráti társaságunk, és hogy mit is szeretnénk. Magamról még esetleg annyit, hogy nagyon nagy a tennivágyás bennem, és elsősorban pont a környezetvédelem terén, hogy itt tényleg sokan már nagyon hallgatják a vészharangot, hogy
nagy a baj, az ökoszisztémákat, ahol csak lehet folyamatosan gyepáljuk ennek kifejezésre, és hogy nagyon rossz helyre vezet. És sajnos én már azzal is szembesültem fiatalként, hogy a baráti köreinkben már az a gondolat is felfelmerül az emberekben, hogy ők egyszerűen inkább nem szeretnének gyermeket vállalni egy olyan világba, ami ki tudja, hogy hova vezet, ki tudja, hogy lesz még tiszta víz vagy föld, amiből termesztetünk egészséges élelmiszereket. Ez csak így előjáróban. Sajnos van egy ilyen tendencia, és én is érzem ezt, csak belőle nem a negativitást hozza ki, hanem inkább pont a tenni akarást és a lelkesedést, hogy na jó, hát itt a helyzet, akkor ezt a helyzetet kell megoldani. És hát is adnám azok kívánokat a foglalkozáshoz. Peter King vagyok, és 21 éves. Én éltem már 4 évet Svájcban és 4 évet Azerbajdzsánban, szóval úgy érzem, hogy két ilyen nagyon szélsőséges élethelyzetet tudtam megélni mindkét helyen. És szerintem, egyébként Budapesten születtem és egészen mostanáig ott is éltem, azon kívül, hogyha nem külföldön voltunk. Azt érzem, hogy nagyon sok mindenki vágyik egy olyan életre, amilyen nekem volt. Mármint az én korosztályban, mert azt gondolják, hogy az a jó, az, ami egyrészt fenntartható, ami boldogságot hoz, ami egy ideális élet. És én ez az, amit ott hagyok, és inkább nem megyek vidékre egy félig vályokház épületbe, mert ezt nem tartom fenntarthatónak. Majd ki fogunk térni nagyon sok aspektusára, hogy miért. De valahogy azt érzem, hogy nem csak a személyes boldogságunkat, hanem mint emberiség az együttes boldogságunkat nem hozza meg az az élet, ami felé most haladnak a nagyvárosban. Jó, én akkor azzal folytatnám, hogy kik is vagyunk mi már, mint ez a nagyobb társaság. Mi egy baráti társaság vagyunk Budapestről. Jelenleg ez olyan 9 főt takar, akik közösen elhatározták, hogy már pedig tényleg itt az idő, ki kell mennünk vidékre, el kell kezdenünk minél inkább függetlenedni egyrészt a rendszertől, ami elég instabil, az instabilitás jeleit mutatja sokszor, és hogy kevésbé legyünk kiszolgáltatottak, minél inkább az élelmiszerrel rendelkezést elérni, és valahogy nem a természet kárára élni, mint ahogy a városban érezzük, hanem a természet javára, ahogy kívül is említjük, hogy vagy nullás, vagy negatív ökológiai lábnyommal élni. És ez a 9 ember összefogása, ez az, ami egyáltalán lehetővé teszi nekünk ezt a nagy vágyat, hogy akkor, mert anyagilag ezt nehéz megoldani. Ott vagyunk bent a mókuskerékben, Budapesten, nehéz ebből kiszakadni. Minden az ellen dolgozik, hogy nem ettől független legyünk. De így, hogy 9-en mi ezt közös erővel megpróbáljuk létrehozni, így látjuk, hogy ez menni fog. Területet, egyébként 10 hektáros területet keresünk. Ha valakinek van ötlete, akkor örömmel várjuk. Nem adunk őket. Én gondoltam, hogyha egy most tudomást szereznek. Olaszországban is már ingyen adnak területet. Magyarországon. Jó, tudom. Én nagyon szeretném, hogyha a mi kis térségünkbe találnak meg azt a 10 hektárt, úgyhogy igyekszem nekik segíteni a keresésben. Igen, ez nem olyan egyszerű. És hát rajta vagyunk az ügyen, de most addig is, mi már leköltöztünk vidékre, hogy egy kicsit a lelki békénk, meg mentális békénk az visszaálljon. És akkor rá is rátérhetünk erre, felírtunk a jegyzetet. Szóval, hogy a mai fiatalok, a mi generációnk mit is akar, erre azért elég nagy rálátásunk van, mert hála az évnek elég széles körű baráti körünk van, ráadásul olyan emberekkel barátkozunk elsősorban, akik hasonlóan gondolkoznak, és akik aktívan, úgymond, szóval aktívan alakítani akarják a világot, és nem csak betegozódni abba a kiközöttünkbe, ami Isten tudja hova vezet, és hogy alternatívát keresünk tehát erre a városi, nagyon anyagias szemléletű fogyasztói életre, ami feltétlenül a természetközeli életmód, amit a természetközeli életmód jelent, a természeti kincseknek a megbecsülése, szóval az, hogy tényleg legyen vízünk, legyen tiszta földünk, tiszta levegőnk, stb. És hogy ezeknek a kincseknek a megőrzésére két irányból is van módszertanunk, az egyik a régiség, mondjuk a paraszti kultúra, ahonnan mi szeretnénk átmenteni azt a tudást, ami mondjuk az idősebb generációnak még megvan,
hogy ha például nem szeretnénk vegyszerekkel védeni a növényeinket, akkor egyszerűen a növénypárosításokkal vagy társításokkal hogyan lehet ugyanazt az eredményt, hogy még jobb eredményt is elérni, hogy az még a természeti világot, a biodiverzitást is segítse. És van a másik irányból jövő megoldás, ami a újabb tudományágak, mint például a permakultúra, ami manapság egyre jobban csengő szó, hála az égnek, mert én elvégeztem ezt a tanfolyamot, ez egy fél éves képzés volt, szóval egy nagyon alapvető ismeretet biztosított csak, de mégis így alapjaiban formálta át az én hozzáállásomat, nem csak a növénytermesztéshez, hanem a társadalom szervezéshez, a méltányossághoz, sok dologban összecseng a kék óceán stratégiával. És ezt a kettőt szeretnénk mi valahogy úgy elegyíteni, hogy az minden értő lénynek gyakorlatilag mindenkinek a javára váljon. Rátérhetünk szerintem kis közösségünk. Hát ami még ugye ebbe beletartozik, ami szerintünk nagyon fontos, az az, hogy a városi életben ugye nagyon elidegenedtek egymástól az emberek, szóval a szomszédékat sem ismerjük, nem tudjuk ki lakik a szomszéd utcában, ugye ez vidéken nem így van. És az, hogy inkább egy kisebb közösségre támaszkodjunk, mint a mindennapi életben, az szerintünk sokkal fenntarthatóbb, ahogy régen volt, mint az, hogy a városban mindig a szerelőt, olyat kell hívni olyan embereket, akiket nem ismerünk, nincs is időn belül kapcsolódni, mert egy rohanó világban élünk. Ez ugye vidéken teljesen máshogy megy, megkérek valakit, sokkal jobban meg is bízok a munkájában, szóval kicsit ilyen elhidegültek a városi kapcsolatok. A másik pedig az, hogy a fogyasztói kultúrára visszatérve, egy kicsit azt a hozzáállást próbáljuk mi kialakítani az életünkben, amit amilyen hozzáállásuk a nagyszüleinknek voltak, mondjuk a ruhákhoz, a bútorokhoz, a mindennapi használati tárgyaikhoz, nem az, ami a városban valami elromlik és kidobjuk, hanem mindent megpróbálunk megjavítani, megbecsülni, és ez egy sokkal inkább olyan életérzést ad, hogy értékeljük azt, amink van. És ugye ez is nyilván sokkal fenntarthatóbbá teszi az éles stílusunkat. Itt én annyit fűznék hozzá, hogy egy véges erőforrású világban próbálunk mi végtelen növekedést létrehozni, ami egy önmagában véve egy ellentmondás, és rengetegen a fiatal generációkból főleg, de egyébként az idősebbek közül is egyre többen fordulnak afelé, hogy a kurs szó a fenntarthatóság, és hogy jobb világot hagyjunk itt a következő generációnak, mint ami nekünk van. Nekünk személy szerint még nincsen gyermekünk, de van három unokahúgom, és én nem fogom a szemünkbe nézni 10-20 év múlva, és azt mondani, hogy én nem tettem meg mindent, ami tőlem telik, hogy itt ez, hogy hát ezt a süllyedő félben lévő hajót itt visszahozzuk, és az, hogy másoknak a kapzsisága miatt vagy kevesebb kapcsisága miatt nagyon sokan egyszerűen olyan helyzetbe kerülünk, ami emberhez nem méltó, és ráadásul mindenkit, a természetet is magunkban rántunk a szakadékba. És ez egy olyan rendszertan tart fenn, amiben mi, mint vevők a városi életben például nem vállalunk felelősséget azért, hogy azok a dolgok, amiket mi igénybe veszünk, azok milyen következményei vannak, és azért sem vállalunk felelősséget, hogy amikor én valamit kidobok a kukába, azzal utána mi lesz. És én nem vállalok érte felelősséget, akkor mutogatok a cégekre, a cégek sem vállalnak érte felelősséget, és akkor ott állunk, hogy mindenki egymásra mutogat, közben nekünk kéne felelősséget vállalni, mert a mi jövőnkről is szó van. És vidéken ez szerintem lekövethető. Igen. És az egyéni felelősségvállalásnak szeretnénk szintén teret biztosítani azáltal, hogy a bertel.com weboldalon, és ezen a közösségi házon, és a közösségi ház mentén elvégzett munkánkon keresztül minél többen belelássanak abba, rálássanak arra, hogy van alternatíva, hogy nem kell részt vennünk ebben a gyalázatban, nevezzük nevén, hogy teljesen kizsigerelni a természetet és az embereket is, hanem mi igyekszünk majd most hoztunk is nektek néhány videót, mert igazából Kinga és én vagyunk a Bercel.com projektnek az idegenvezetői, úgymond. Most tehát magukra vállaltuk ezt a szerepet, egyébként örömmel, mert mi is hasonló projektek mentén szeretnénk minél több és minél nagyobb hatást kifejteni. És Kinga és én leszünk ott a mi idegenvezetők, és a
ezeken a videókon szakembereket bevonunk, és akkor az oktató videókon keresztül rengeteg fiatal ráláthat arra, hogy mik is azok a csapások, amik működőképesek, és amik egy jobb világ felé vezetnek. Itt nem nekünk kell feltétlenül a spanyolul azt feltalálni, mert vannak már ugye a Visnye Széplap, vagy hasonló falvaksznál látjuk az alternatívát. Mi csak szeretnénk egy újabb szócső lenni ebből a szempontból. Jó, akkor ugyan kicsit cifuljuk magunkat, mutatom egy kis egy videót. Ez a videónk, ez megmutatja egyrészt az, hogy milyen is az egész projektnek a felépítése. Szóval, hogy ilyen videókat gyártunk mi. Egyelőre még kevés a szakmai anyag, mert nagyon az elején járunk. Igyekszünk a személyességet a videókon keresztül is valahogy kialakítani, és akkor jobban hitelt érdemlőben figyelnek talán az emberek. Ez a videó konkrétan arról szól, hogy a baráti társaságunknak egy része az eljött egyszer oda velünk Bercelre, és az egyik közösségi háznak a pincéjét kipakoltuk együtt. Gyakorlatilag ennyi, szóval egy közösségi... De a közösségi házról még annyit, hogy most igyekszünk az ő generációknak egy olyan projektházat a rendelkezésre bocsátani, ahol különböző digitális és akár ilyen startup projekt munkát el tudnak végezni. Úgyhogy ők tényleg az első fecskék, de hát várjuk másokat is. Zsoki ház, érdekes állapotban még, ugyanis ebből közösségi ház, és aztán hosszabb távon zenesuli lesz. Addig is mi ide beköltözünk, négyen, akik igazából mi egy nagyobb társaság része vagyunk, akik szeretnének egy saját területet vásárolni, és ilyen ökoépítészettel foglalkozni, gazdálkodni, stb. Tehát ez elég nehézkes. Szóval addig is köztes állomásként ide érkeztünk Bercelre, és szeretettel hozunk nektek egy videót, arról, ahogy tartottunk egy hétvégét, amikor itt kipakoltuk az egész pincét, az volt körülbelül az ötödik vagy hatodik konténernyi szemét, amit innen elvittek. És hát fogadjátok szeretettel! Tizenhat tonna fekete.
szép volt. Na, megjött a vadász, vagy ő a marcon? Az mi van ez ki? Tanácsik arra. Te ki vagy? Kutya, mi a színház? Berceli bábszínház. Kutya. De jó, ezt fel lehetne venni. Tényleg lehetne egy kis előadást csinálni. Az önkormányzattal mi már elég régóta együtt dolgozunk ahhoz, hogy magasan képzett fiatalokat is visszatudjunk. Vagy visszatudjunk csábítani be, a kistérségünkbe, vagy akár csak letelepedésre késztetni őket, náluk való letelepedésre. És tényleg ez egy olyan az óvodánk, a művelődési házunk, az iskolánk, a most lett egy teljesen új, gyönyörű szép tornatermünk, épül a bölcsödénk, de van egy iparparkunk és egy inkubátorházunk is. És most lesz ez a kis projekt inkubátorház is, úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy egyre, tehát hogy a fiatalok receptívek, tehát fogékonyak arra, hogy lejöjjenek, megnézzenek minket, és akkor egy kicsit rajtunk múlik az, hogy mint ahogy Laci csinálja, tényleg most már évek óta. Szerintem ennek a munkának, ennek ha vannak ilyen bajnokai, azt hiszem Laci mindenképpen az, és egy kicsit magamat is annak tartom, akkor ő nekik tudunk segíteni, és ezáltal igazából ők is segítenek nekünk. Hogy tényleg olyan területen lakjunk, ahol. Amiben én azért, mert édesapám körülök költem ezt hoztam nektek szeretettel. Ez egy ilyen kiadvány, amit édesapám csinál 24 évig, a 25. kiadást azt már én csináltam, és utána én az építőipari segédletek mellé egy környezettudatos építési segédletet is kiadott most már negyedik éve, és erre pedig nagyon tényleg, tehát a fiatalok, hogy olyan helyen tudjanak élni, ami egészséges épületek, az épületbiológia, az ugye már egy sok országban egy komoly tudományág szinte, és ezzel próbáljuk nekik segíteni azt, hogy azokat az épületeket, amiket most olyan állapotban, amilyen állapotban találjuk, azokat vagy megmenteni, és átépíteni, és, vagy pedig helyükre újat kell építeni. Nem minden esetben egy vályokház, nem minden esetben menthető meg. Ezt most már sajnos én tapasztaltam saját fájdalmakon keresztül. Nagyon környezettudatosan és nagyon nagy szakmai építészeti segítséggel, tudománnyal bontottunk le vályokházakat. Az elsőt azt még az, hogy persze akkor addig kellett menni, ameddig egészséges falat nem találunk, és az egészséges fal szintje az a föld szintje volt. Tehát, és ezt egészen addig, ameddig odáig el nem jutottunk, tényleg még volt bennünk remény, hogy hol lesz, de sajnos ott volt. Ez a mostani kiadvány olyan témákat taglal, hogy a környezettudatos szemlélet alapjai, környezettudatos településtervezés, épülettervezés, területhasználat, vízgazdálkodás, hulladékkezelés és energiagazdálkodás. És a jövő évi, tehát most elkezdtük ezt a projektmunkát, és ezeken a témákon sokakkal dolgozunk, sok fiatallal dolgozunk, és a jövő évi ilyen, az a környezettudatos társadalomfejlesztésről fog szólni. Úgyhogy a nagy cél az az, hogy erre a térképre, amit biztos sokan ismertek, ez Magyarország turisztikai térképe,
Én amikor ezt először megláttam, egyébként Zobóki Gábor irodájában, kihozta ezt a térképet, és mondta, hogy hol vagy Dotti? És akkor mutattam, hogy Dotti fehér folt. És azóta az a célom, hogy az a fehér foltra oda mi fölkerülhessünk, mint Nográcire. Amit még én szeretnék nektek, mint hogyha tudok segíteni bárhol, tehát ez a kék utcán módszertan, ez tényleg az, hogy azzal főzzünk valami jót, amink van. Annak a föltérképezése viszont, hogy mink van, az nem biztos, hogy úgy a legegyszerűbb, hogyha az ember benne van. Tehát jó, én is ütment vagyok Bercelen, tehát ilyen szempontból azt hiszem egy kicsit külső szemmel tudtam nézni. És hogyha ilyen munkához, tehát hogy hozzákezdenétek kék utcán munkához, akkor nagyon szívesen segítek. Vagy segítünk. Tehát most már azért ők is egy kicsit képben vannak. Köszönjük szépen. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, Lipucki Ákos vagyok, a Mahai Nagyművészeti Egyetem docense, kutatója. Már is indítom a prezentációmat. A kreativitás, mint életút, gyerekkortól a felsőoktatásig tartó kreatív tanulás. A prezentációnak a címe is már nagyon-nagyon sok mindent elmond. A mai nap folyamán megpróbálom vázolni azokat a törekvéseket, azokat az egyetemi törekvéseket, amiket egyrészt felsőoktatási intézményként magunkra vállaltunk, illetve azokat a személyes törekvéseket is, amiket én, mint egyetemi docens, kutató, szakértő már nagyon-nagyon régóta képviselek itt az egyetemen belül. Itt, ahogy olvasható is a arszpoetikámba, fémüvesként végeztem, ékszertervezéssel foglalkoztam, azt követően dizájnerként, általános tervezőként, tárgyalkotóként, saját önálló stúdióba vagy művészeti galériának a vezetésével foglalkoztam, illetve szép lassan 2007-től bejárva a ranglétrát a Mahai Nagy Művészeti Egyetemen tanítottam, alapvetően tárgyalkotó szakokat. A tárgyalkotáson belül az említett fényművesség mellett a kerámia tervezés, üvegtervezés, illetve ettől az évtől a digitális tárgyalkotás is feltűnik a szakspecializációk között. Ennek a munkának köszönhetően, illetve azt, hogy tanszékvezetőként is segítettem a tárgyalkotó közösséget, lett egy jövőkeresés, egy jövő irányába történő tapogatózás, hogy lehet ezeket a szakokat átemelni a kortárs 21. századba, és hogy lehet feltölteni újból tartalommal ezeket a hagyományos, tradicionális értékeken alapján működő szakspecializációkat, és hát hogy lehet olyan jövőképet adni a kreatív iparágokba elhelyezkedni vágyó fiataloknak, akik az egyetemet válasszák, mint karrierüknek az első lépcsőfokát. Az én első lépcsőfokam az itt kezdődött. Azon kivételes generációk közé tartozok, akik én Miskolcon nőttem föl, nagyapámnak volt egy műhelye, és én nem kaptam a játékaimat, hanem csináltam magamnak a játékaimat, éppen azt szerint milyen könyvet olvastam. Itt egyszerre lehet látni azt is, hogy nem csak milyen könyvet olvastam, hanem milyen filmeket is néztem, és hát ezekből az együttállásokból tudott kijönni például ez a kosztüm, hogy egyszerre van rajtam én vagyok a nagyobbik, a kisebbik sászlő az öcsém, egyszerre van rajtunk egy Rambó rövid nadrág, rajta egy utolsó mohikánink, illetve a régi ilyen csecsemő rácsos ágynak a rácsaiból készített puska, amivel próbáltuk az indiánokat és vagy ninjákat utalérni. Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, illetve ezt a mondatot, hogy mindnyájan szerintem minden gyerek kreatívnak születik, illetve minden gyerek dizájnernek születik. Az, hogy utána hogy lesz valóban belőlük tervező, az nagyon sok véletlenen, nagyon sok szerencsén is múlik, és hát nagyon sok tanuláson. Úgyhogy az alapvető designer skillek szerintem minden gyerekben benne vannak, kreatívak, játékosak, és hát elég bátrak ahhoz, hogy készítsenek tárgyakat. Ehhez még azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kell megtanulni, hogy
valóban tervezőként a piacon el tudjanak helyezkedni. Itt sok olyan készséget lehet látni a kreatív probléma megoldáson keresztül, az integrált gondolkodáson, csapatmunkán, kritikai attitűdön keresztül, hogy lehet, nem tudom én, különböző prezentációkat, dokumentációkat készíteni, szobrászkodni, rajzolni, komputerrel dolgozni, üzleti tervet létrehozni, megpróbálni a jövőt, a trendeket letapogatni, és azokhoz igazítani a különböző termékfejlesztési stratégiákat, szociálisan érzékenyek lenni. Nagyon-nagyon sok és összetett tudást, készséget és attitűdöt kell ahhoz elsajátítani, hogy valakiből tervező lehessen. Mégis az egyik legfontosabb dolog az, hogy tudjon originális, tudjon eredeti lenni, legyenek eredeti ötletei. És hát azoknak lesznek eredeti ötletei, akik elég kreatívak ahhoz, hogy eredeti ötleteket hozzanak egy-egy probléma felvetésre. Ha már szó volt arról, hogy ügyesen barkácsolok, vagy ügyesen barkácsoltam gyerekként, szintén az a generáció vagyok, akiket már azért megcsipett a komputer is. A komputerek között, a komputerjátékok között engem mindig is a stratégiai játékok vonzottak, valami nagy birodalmat építeni, nyersanyagot keríteni, különböző kulturális dolgokat létrehozni, és egy városállamot skálázni úgy, hogy akár egy kontinenst tudjon uralni. Ezekre a játékok gyakorlatilag lemodellezik a valóságot, és nagyon sok olyan játék van, ahol egy konkrét fordulópont a számítógépnek a feltalálása. És hát ez nem véletlenül van így, itt Neumann Jánosról lehet látni egy 1952-es fotót, ahol az első olyan komputer előtt áll, ami valóban tudott már számítógépként viselkedni. Ez egy minden civilizációban egy nagy áttörés. Amikor a komputer megjelenik, akkor gyakorlatilag rohamosan elindul egy fejlődés, és ennek a fejlődésnek az irama és tempója, a technológiai fejlődésnek az irama és a tempója, az százszorta gyorsabb, mint amihez mondjuk egy evolúció, vagy egy emberi gondolkodás, vagy akár egy szakma is tud viszonyulni. És hát megint jön a kulcs, skill, a kreativitás, nagyon-nagyon sok kreativitást igényel az, hogy hogy tudjunk versenyt tartani mi emberek a technológiai fejlődéssel. Ugye ez régen nem volt gond, itt lehet látni a baltás úriembert, aki egy törzsnek a szülöttje, ahol ugye az ember és a kézművesség összekapcsolódott, és egy tárgykészítő, tárgyalkotó attitűd léte tudott jönni, ahol minden anyaghoz meg lehetett találni a technológiát, formát, és minden anyaghoz volt egy olyan eszköz, egy olyan szerszámkészlet, egy olyan gondolkodásmód, ami az abban való tervezés és alkotás segítette. De mi van akkor, hogyha bejön egy olyan technológia, mint például a 3D nyomtatás, ahol a számítógép, mint partner, aki egyébként nagyon buta, egyeseket és nullákat tesz egymás mellé sorba, viszont az nagyon türelmesen és nagyon hosszan és nagyon gyorsan, akkor be tud következni egy olyan dolog, hogy az ember, illetve a tervező sokkal inkább egy határtalan kreálóvá válik, hiszen mindent lehet. A számítógép és a 3D nyomtatásnak a technológiájának az a sajátossága, hogy a 3D nyomtató is pontosan ugyanúgy épít, mint a természet. Vagyis a természet sejtről sejtre, a 3D nyomtató pedig gyakorlatilag rétegről rétegre ugyanígy formál. És ez a formálás szinte határtalan. Illetve ezt a formálást át lehet adaptálni, akár mondjuk kerámiára is, hiszen teljesen mindegy, hogy mit töltök egy 3D nyomtatóba, olyan, mint a hurkatöltő, amit beteszek felül, az jön ki alul. Ha például agyagot, mint ahogy lehet látni ebbe a 3D nyomtató agyag modellkészítő gépezetbe, lehet létrehozni olyan testeket, mint ahogy itt a képen is látszódik, ahol belül vannak olyan üregek, akár hőelvezető részek, amiket Isten tudja, hogy lehetne leformázni, vagy más technológiával létrehozni. A 3D nyomtató viszont az anyagba ezt bele tudja, a struktúrába bele tudja nyomtatni. Vagy például itt lehet látni a 3D nyomtatót, ami most tényleg a kerámiánál maradjunk, egy
organikus formát tud szépen, itt lehet látni a rétegeket, egymásra téve felépíteni egy nagyon furcsa tárgyat, ahol ugye csak az alkotónak a fantáziája, kreativitása szabhat határt. Vagy például mi van akkor, hogyha egy különböző struktúrákat, vagy olyan faktúrákat kezdünk el létrehozni a 3D nyomtatás technológiával, amihez például mondjuk az emberi kézügyesség, vagy a technológia már olyan fokú precizitást igényel, amihez megint a számítógép, ezt a képet is ember legyen a talpán, aki mondjuk ezt kézzel meg tudja csinálni, viszont soha nem tud versenyezni egy olyan tárgyal, amit az emberi kéznek az esetlegessége még szebbé tud tenni. És például ezt az esetlegességet is azért hozom szóba, mert vannak tervezők, akik meg pont ezt akarják, így akarják ezt a technológiát kivenni egy kicsit ebből az uniformizálós, többszörözésre, sorozatgyártásra alkalmas technológiák közül, hogy beletesznek valami emberi dolgot, beleteszik például a hibát. Itt Oliver van Herpnek lehet látni ezt az alkotását, illetve az előző több is az ő munkája volt, ahol semmi más nem tett, mint a 3D nyomtató alá szerelt egy hangfalat. És ahogy ment a zene, ahogy a ritmus vagy a basszus megszólalt, az szerint torzult a fúvókából kijövő agyag, és az szerint hozott létre egy-egy esetleges mintát. Ez nagyon érdekes, és megint egy nagyon kreatív megoldás, hogy hogy lehet egy tárgyat akár megismételhetetlenné, vagy egy zene ritmusával kidíszíteni. Egy másik nagyon érdekes példa, és ez már szinte átugrik a science fictionöknek a világába, az Hans Mayernek és Dylan Burnak ez a Digital Grotesque grottója. A grottó az ilyen cseppkő barlangot jelent, ahol ők építészként azt mondták, hogy úgy lehet még jobban ezt tovább cizelálni, ezt az érdekes világot, hogyha azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha a számítógépet algoritmussal töltöm föl, egy alkotó algoritmussal, ahol a tervezőnek csak az a feladata, hogy ezt az algoritmust megírja, és utána rábízza a számítógépre, illetve a nyomtató technológiára, hogy ebből mi jön ki. És érdekes, hogy ezek a grottóba elhelyezett oszlopok, ők oszlopoknak nevezték ezeket az objekteket, ezekből valami olyan parád és túlburjánzása lesz az algoritmus által generált formáknak, amik szinte már emberileg alig befogadhatóak, sokkal inkább hasonlítanak, mint valami földön kívüli civilizációnak az űrhajó belsejéhez, mint egy emberi oszlophoz. Nekik pontosan ez volt a céluk, hogy megmutassák, hogy mi történik akkor, hogyha a komputer idézőjelbe már egy alkotó társ is, és saját maga generál formákat. Ezek a gondolatok voltak, amihez engem elvezettek ahhoz, hogy próbáljunk meg egyetemi szinten, és a felsőoktatástól fog most eljutni a bölcsödékig, hiszen így volt a természetes evolúció és ennek a folyamatnak, hogy első körben tényleg a tárgyalkotó tanszékvezetőként ezen gondolkoztam, hogy hogy lehet létrehozni egy olyan Moment Digital Craft Lab-et, ami egyszerre kutatja a technológiákat, anyagokkal kísérletezik, illetve megpróbál kifejleszteni mindenféle olyan érdekes kísérleti objektet és projektet, amik arra szolgálnak, hogy hogy lehet ezeket a kortárs új technológiákat humanizálni, emberközpontúvá, emberarcúvá tenni. A Digital Craft Lab-nek tényleg rengeteg projektet végigvittünk a különböző viselhető digitáliákon keresztül, különböző megpróbáltunk olyan 3D nyomtatott ékszereket szenzorokkal ellátni, amik nem tudom, például azt mérik, hogy hányszor öleltem meg az anyukámat, és akkor ebből csináltak egy háromdimenziós adatvizualizációt, vagy hogy lehet például ilyen tamagocsi elven egy virtuális térbe online növeszteni egy karkötőt, amit utána ki tudok nyomtatni, vagy például anyagkísérleteket végeztünk, itt kifejezetten beton anyagtársítási kísérletekkel foglalkoztunk, amiknek az volt a szerepe, hogy hogy lehet ezt a kortárs anyagot, amiben egyébként már több műgyanta van, mint beton meg sóder, hogy lehet felhasználni a tárgyalkotás területén belül, és egy újfajta esztétikummal ellátni, itt tényleg szalmabetontól kezdve különböző savakkal, vegyszerekkel, üveganyagtársítással próbálkoztunk, és nagyon-nagyon érdekes olyan kísérletek jöttek létre, amikből majd egyszer lehet, hogy egy burkolat lesz, vagy egyszer egy köztéri objekt.
A projekt során, illetve a Digital Kreflebes, illetve a tárgyakutató tanszéken végzett munka során egy nagyon érdekes tapasztalásom volt, hogy a hallgatóink, akik jönnek ugye a közoktatásból, idézőjelben tényleg nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek, de azért nagyon sok munkánk van velük, hogy a kreativitásukat fejlesszük. Illetve nagyon sok munkánk van abban, hogy a digitális tudásukat fejlesszük. És ekkor merült föl bennem, hogy a kreatív tanulással kezdjünk el foglalkozni, és például majd kiderül, hogy miért pont egy téglán demonstrálom ezt a kreativitást, de például elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mik a jellemzői egy kreatív embernek. Ugye hagyományos normákon túlmutató gondolkodás, nagyon fontos. Dolgok különböző nézőpontokból való szemlélése, gyakorlatilag ez az out-of-box gondolkodásnak az egyik alaptézise. Hogy lehet váratlan kapcsolatokat létrehozni, és összefüggéseket felismerni? Ez egy nagyon fontos dolog egy tervezőnél, hogy hol tud különböző szakterületeket esetleg összekapcsolni, különböző érdeklődési területeket, vagy akár különböző felhasználókat összekapcsolni. Illetve a negyedik nagyon fontos elem, hogy új dolgok kigondolása vagy létrehozása az a kreativitásnak az egyik alapja. És hát hogy kerül ide a tégla? Kedvenc feladatom, amikor egy új csapattal elkezdek dolgozni, hogy na, nézzük meg, ki mennyire kreatív, illetve a csapatokon belül hány olyan ember van, aki mondjuk először föl tud sorolni 10 olyan dolgot, amit lehet ezzel a téglával. Ez könnyen szokott menni. A következő kérdésem, hogy soroljunk föl akkor még 20 dolgot, amit ezzel a téglával meg lehet oldani. Na, akkor már egy kicsit úgy elkezd rezegni a léc, a 20-nál már nagyon érdekes megoldások jönnek. Következő, mi van akkor, hogyha 30 dolgot próbáljuk elképzelni, hogy mit lehet csinálni ezzel a téglával? Na, ott már azért szokott lenni a kétségbeesés, és a feladatot én el szoktam vinni 50-ig, hogy 50 olyan dolgot, ami mondjuk nem egy dolognak a tovább itelárása, hogy most nem tudom én, lehet vele még sütni, meg főzni, meg nem tudom én sütni-főzni, hanem hogy tényleg 50 karakteresen más funkciót tudjanak adni ennek a nagyon egyszerű tárgynak, és hát az 50-nél már igazi kreatív megoldások jönnek. Nagy tapasztalás volt, hogy ezt utána, amikor kisiskolásokkal csináltuk meg ezt a gyakorlatot, ők egyrészt sokkal gyorsabban eljutottak az 50-ig, és sokkal szélsőségesebb megoldásokat hoztak, úgyhogy én biztatom a nézőket, illetve akik most ezt az előadást hallgatják, hogy próbálják ki családi közösségbe, vagy saját magukkal, hogy hány dolgot tudnak felsorolni, és hány dolgot tudnak ezzel a téglával elképzelni, hogy meg lehet csinálni az életükben. A másik egy nagyon érdekes tapasztalás volt, ami szintén erre a kreatív tanulás útjára terelt, egy TEDes előadásnak a meghallgatása, ahol egy olyan előadó volt ez a Kiver Tulli, aki arról beszélt, hogy ők alapvetően az IT-szektorban dolgozó apukáknak volt a gyülekezete, akik egy ilyen, nem tudom én, egy sörözés mellett azon keseregtek, hogy hát, hogy hát, hogy az anyjuk már körülbelül mindentől óvja, félti a gyerekeket, ami egy golflabdánál élesebb, illetve a gyerekeik örökké a telefonon lógnak, a iPad-en lógnak, és csak a digitális világban tudnak érvényesülni, és például azon nosztalgiáztak, hogy ők bezzeg, milyen jól tudtak, nem tudom, fakarnot csinálni, meg ilyen-olyan szabadtéri aktivitásokat végezni. És akkor ezek az apukák összefogtak, és megalakítottak először egy nyári tábort, ahol azt mondták, hogy az 5 legveszélyesebb dologgal fognak foglalkozni a srácok. Játszani fognak a tűzzel, tárdát fognak dobálni, késsel fognak faragni, szét fognak szedni különböző háztartási gépeket, illetve kocsit fognak vezetni. És hogy ez miért fontos? Mert ugye tűzzel való játék, nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Fizikát, fegyelmet, különböző, hogy nem tudom, hogy fúj be a levegő, a, nem tudom én, a gullá rakott tűz a jobb, vagy a rétegesen rakott tűz, nagyon sok dolgot meg lehet tanítani. Miért jó például a fafaragása késsel? Szintén adjuk oda a gyereknek a kezébe a kés, tanuljon meg belevánni, természetesen nem ölésre, gyilkolásra, hanem alkotásra, és pont a finom motorikát, illetve azt a fajta szerszámhasználathoz szükséges fegyelmet tudja megint megtanulni,
amihez a kés azért egy bicska, az azért minden zsebbe jó, ha van, ki tudja, mit hoz a világ. A következő feladatuk volt nekik a dárdadobálás. Ezt ugye meg lehet egyrészt a kézzel faragni, a tűzzel meg lehet erősíteni a dárdának a hegyét, mint ahogy régen azt az ősemberek is csinálták, van egy kontinuitás a munkák között, illetve pont ez a dobás, ez nem csak abból állt, hogy egy botot eldobnak, hanem van, amikor ezt ilyen erőkarral meg lehet még erősíteni, olyan típusú dárdákat készítettek, ahol szintén fizikáról lehet beszélni, illetve szabadtéri foglalkozásba ki lehet vinni a srácokat, dobálni 2-3 órán keresztül a cél. A következő, az az egyik kedvencem, háztartási gépeket szétszedni, vagyis azt a misztériumot feloldani, hogy ami elromlik, ahhoz nem lehet hozzányúlni, hanem venni kell egy újat. Ezt oldja ezt fölül, nyissuk ki, szedjük szét a mosógépet, szedjük szét a mikrohullámú sütőt, és ott egy szerelő mondja el, hogy mi mire jó, hogy egyrészt megint nem csak arra buzdít mindenkit, hogy válassza ezt a pályát, hanem hogy egyszerűen ne essen kétségbe, hogyha mondjuk egy hálózatiba illeszthető drótot kell mondjuk kicserélni. A következő pedig ez az autóval való kocsi vezetése, vagyis egy nagy dolgot uralni felelősség teljesen, ugye Amerikában sokkal hamarabb jutnak jogosítványhoz, ők ezt még inkább ezáltal a programelem által előrébb hozzák, hogy kisgyerekeknek is lehetővé teszik, hogy megéljék ezt az élményt. Amikor ezek így elkezdtek bennem rakódni, hogy mivel lehetne érdemes kreativitás fejlesztéssel terén foglalkozni, ez volt az a pont, amikor megkerestem az egyetem vezetőségét, hogyha ugye van az énekzenében Kodály módszer, akkor kezdjünk el kidolgozni egy kreativitáshoz kapcsolódó olyan MOMEL Művészeti Egyetemhez fűződő módszertan, ami ezt elősegíti. Ennek lett az egyik eredménye egy EFOP pályázat kapcsán, itt látják a szerzőket, Litták Ildikó, Pajs Panni, Csernátony Fanni, illetve még ezen kívül nagyon sok kollega dolgozott bennem, és nagyon sok embernek a munkája, szakértőnek a munkája van benne. Létrehoztunk egy olyan kiadványt, ami ezt a design thinkinget, ami nálunk egy mágikus szó, a design gondolkodást, ülteti át a közoktatásba, iskolákba, jó gyakorlatokon keresztül, és ezekre mi is elkezdtünk gyakorlatokat kifejleszteni. Az egyik ilyen érdekes gyakorlat volt, ha már ugye a felső oktatásban jártunk a Digital Craft Lab kapcsán, ahol ott kicsibe megpróbáltuk ezeket az újításokat létrehozni, elkezdtünk lesugározni, hogy mi lenne, hogyha egy szinten lejjebb elkezdenénk a kreativitás fejlesztését, és hát a szakképzés, a technikusok képzése, az mindenkinek jó. Ha nincsenek jó technikusok, akkor nem lehet a tervezőként érvényesülni, illetve a tervező is nem tud alkotni, hogyha nincs egy olyan mérnöki vagy egy technikusi háttér, ami az ő terveit kivitelezi. És hát erre kezdtünk el lépéseket létrehozni. Az egyik ilyen most is futó kezdeményezésünk egy úgynevezett design rafting program. A design rafting program egy olyan workshop, ahol mi a design thinkinget a szakképzésben lévő srácokra adaptáljuk egy 5 napos workshopba, és hát azért rafting a neve, mert egyszerre egy csapatépítő tréning, egyszerre egy közösséget összehozó tárgy születik belőle, és hát egy ilyen jó erős sodrású sziklák közötti navigálás. Itt egy csoportidentitás objektet hozunk velük létre, ami, ahol ők csapatmunkába dolgoznak, különböző előadásokon vesznek részt, kapnak egy momentort, aki segíti a munkájukat, és egy olyan csoportidentitás objektet hoznak létre, ami gyakorlatilag egy ilyen érdekes kis figura, egy érdekes kis avatár, amit ők 3D nyomtatóval majd a folyamat végén kinyomtatnak, és egy pici mágnessel gyakorlatilag mint egy kitűző tudják hordani. Itt új platformokat hoztunk be, Zoom-on kommunikálunk, egy Miro nevezetű online tervező felületen dolgozunk, illetve egy Tinkercad nevezetű szintén 3D nyomtatáshoz megalapozó 3D modellező programot használunk, amiknek a közös sajátossága az, hogy mindegyik szabadon hozzáférhető, vagyis open source platform. És hát megkapják azokat a háttéranyagokat, amiket az előbb említettem, ez hogy kell design gondolkodást a közoktatásba, iskolába használni, adaptálni. Ezek a workshopok nem csak a gyerekeknek szólnak, hanem az oktatóiknak is. Így próbáljuk terjeszteni azt a szemléletet, amit mi használunk, és amiben mi hiszünk itt az egyetemen a kreatív fejlesztés kapcsán.
kreativitás fejlesztés kapcsán. A célzott kompetencia területek, tervezői gondolkodás, kooperatív együttműködés, nagyon fontos ez a projektalapú tanulás, hiszen így sokkal jobban rögzül egy tartalom, hogyha ők azt egy feladatba csomagolva kapják meg, és nem külön tartalmakként, nem tudom, matek órán ezt tanuljuk, magyar órán ezt tanuljuk, rajz órán ezt csináljuk, hanem hogyha ezeket összehozzuk, és egy projekt közé fűzzük, akkor egyrészt demonstráljuk ezeknek a tudásoknak az adaptálhatóságát, használhatóságát, másrészt neki sokkal szórakoztatóbb, sokkal élményalapú. Fontos ez az emberközpontúság, amit említettem. Alapvetően egy tervezőnek az a feladata, hogy az embereknek az életét megkönnyítsük. És hát ez már egy ilyen etikai is, egy tervezőetika átadására is használjuk ezeket az alkalmakat. És hát itt van a kreatív és disztruktív gondolkodás, ami a mai napi előadásnak is a fő csapás iránya. Itt lehet látni ezt a mágikus design thinking double diamond ábrát, amit ha le kell fordítanom, és bízom benne, hogy aki kedvet kap, az utána tud járni, és meg tudja nézni még inkább, hogy miről szól ez a Double Diamond Design Thinking módszertan. Ez gyakorlatilag abból áll, mint ahogy itt lehet látni, hogy a gyémántnak is egyszer szétnyílik a szára, vagyis hogyha kapok egy feladatot, akkor utána megpróbálom megfigyelésekkel, kutatásokkal szélesíteni azt a spektrumot, hogy egyszerűen szétnézek jobban a környezetbe, hogy hogyan lehet azt a problémát megoldani. Utána, hogyha megvan egy ilyen gyűjtés analógiákból, inspirációkból, akkor megint elkezdem összehúzni és értelmezni, feldolgozni ezeket a szempontokat. Hogyha ezt megtettem, akkor utána egy ilyen pontosított feladatkiírással, ahol a feladaton belül nagyon pontosan artikulálom, hogy akkor mit is szeretnék megoldani és hogyan, gyakorlatilag egy rebriefet írok, és hát azt követően jöhet megint egy tágítása ennek a Double Diamond struktúrának, ahol van egy ilyen ötletelés, egy brainstorming, ahol bármit szabad bemondani, és megpróbálni ezeket az ötleteket összekapcsolni, és hát utána megint van egy szűkítés, ahol a kidolgozásról, egy mock-up készítésről van szó, és hát ennek az ábrának az egyik sajátossága, amit itt a nyilakkal lehet látni, hogy folyamatosan iterációra készteti az ember, vagyis mindig vissza lehet menni, vissza lehet ellenőrizni a folyamatokat, és megnézni, hogy amit szerettünk, amit célul tűztünk ki benne, az valóban megvalósult-e. Mi ezt így osztottuk föl napokra, itt lehet látni, hogy hétfőn van feltárás, kedden értelmezés, meg ötletelés, és hát a kidolgozásra pedig két napot kapnak, és a végeredmény az rögtön egy prezentáció. Dióhéjban itt a workshopon belül, hogy miket adunk át mondjuk egy feltárás szakaszba, ahol az asszociációs térképet készítünk, tettünk velük, illetve előadásokon az egész tervezés módszertanát ismertetjük magukat. A második nap ugye az értelmezés és az ötletelés, ahol moodboardot, ahol különböző képekkel kommunikálnak egymással, próbálunk egy personát építeni, egy karaktert építeni, ahol az ő a csapatukra jellemző, csapatidentitással rendelkező eszménykép vagy avatár kezd el fejlődni, és hát itt kezdődik el az ötletelés, ez a brainstorming, az ötletvihar, hogy hogyan lehet ezeket utána formákkal, geometrikus formákkal áthúzni. Nagyon fontos, hogy egy reflektív naplót is vezettettünk velük, egy saját magunknak egy jegyzetét, mi történt az órán, mit tanultam belőle, és hogy lehet ezt hasznosítani. A kidolgozás fázisába megmodelleztetjük ezeket a különböző perszónákat először papírból, különböző geometrikus testekből, ahol a különböző tulajdonságok lesznek formákká, különböző karakterekké átkonvertálva, és hogyha ez megvan, akkor egy nagyon egyszerű 3D modellező programmal, ezzel a Tinkercaddel ezeket digitalizáljuk, és utána kinyomtatjuk. A negyedik nap az már prezentációról szól, eredményeket hogy tudják összefoglalni, hogy tudnak fölkészülni egy nyilvános szereplésre, és hát az ötödik napon pedig kiállnak, és egymásnak, illetve a kollégáknak bemutatják az ötleteiket, illetve az egész folyamatát. Úgyhogy ez egy öt napba sűrített gondolkodás, kreativitás fejlesztő módszertan, ahol itt lehet látni a srácokat a boldog kis identitás objektekkel, amiket utána egy kis mágnessel ki tudnak tenni magukra, és hát a csomagban gyakorlatilag ezek vannak, amiket itt oldalt föl lehet olvasni. Szóval nagyon-nagyon sok mindent tudunk akár öt napon keresztül is átadni egy ilyen workshopba foglalva.
A következő másik szint, amire ugyanígy föltettük a kérdést, hogy akkor miért nem menjünk tényleg még egy szinten lejjebb, és az általános iskolák világába különböző olyan B-Steam projekteket létrehozni, amik akár a közoktatásban is használhatóak. Mit is jelent ez a B-Steam? Itt texterrel demonstrálom a karaktert, hogy kiknek lett ez alapvetően kitalálva. A mérnök világba egy idő után hiány lett. Nagyon kevés olyan srácot, lányt találtak, akit ezek a reál dolgok meg tudnak érinteni, és átemelhetőek a felsőoktatásba. És ez a világ, ez a mérnökös világ kitalálta, hogy próbáljanak meg először olyan STEM módszertanokat létrehozni, ahol a különböző természettudományi vagy egyéb tudományi ágaknak a tudásanyagát nem külön tanítják, hanem egybe, vagyis a science, technology, az engineering és a matematika, mathematik, az egy kosárba van, és egymást erősítve egy projekten belül érvényesülnek. Az a módszertan, amit mi használunk, ebben még egy A betűt is beletesz, így lesz ez a STEAM, ahol az A betű az art világa, a craft világa és a designnak a világa. Ez azért fontos, mert egy idő után pontosan a mérnökvilág is szembesült azzal, hogy kreativitás nélkül nem megy, és ezzel az A jelzővel pedig bele tud kerülni egy olyan pont, ami az egészet még élménydúsabbá teszi, még fogyaszthatóbbá teszi, még jobban lehet vele popularizálni ezeket a tudásokat, amik itt azért erősen reáltantárgyak vannak, és valahogy a srácoknak a belső motivációját sokkal könnyebb így elérni, mint hogyha ezeket külön tantárgyi blokkokban tanítják. Erre mi hoztunk szintén kísérleteket, és az egyik ilyen nagyon izgalmas projekt volt, amikor elmentünk pont a Budapest Schoolhoz, és beszélgettünk az ottani kollégákkal, hogy a matekból mi az, amit úgy nagyon nehezen megy át. És hát épp akkor itt tartottak, és a Fibonacci-kal, a Fibonacci tételekkel foglalkoztak, ami közvetve az aranymetszésnek a szabályzata is, amit meg ugye a művészet, illetve a természet is előszeretettel használ. És ezt tűztük ki célul, hogy meg lehet ezt lépni, hogy egy fímatekot, ami egy teória, egy elv, azt tudjuk-e áthúzni úgy a materiális, kreatív világba, hogy ez a matematika megfogható legyen. És így született ez a megfogható matematika projekt, ahol a csapatok különböző olyan terepasztalokat hoztak létre, amiknek valamilyen köze van a fímatekhoz. Vagy úgy, hogy az arányába, vagy úgy, hogy egy számtani logikába, vagy akár csak az elnevezésébe, de valahogy reflektáljon a Fibonacci matekra. Ebből az egyik kedvenc projektem volt a két fiúnak, illetve itt lehet látni a MoMA mentorokat, akik instruálták őket, akik létrehoztak egy olyan ilyen érdekes épületet, ami úgy kapcsolódik a Fibatekhoz, hogy minden egyes kis kocka meg tégla ebbe az arányrendszerbe illeszkedő, és a Fibonacci számsornak az aranymetszéshez köttető arányrendszere szerint épül föl, és gyakorlatilag ezeket a téglákat ők legyártották, és ebből mint egy Lego összeépültettek egy ilyen rózsaszín nyúlszerű valamilyen érdekes épületet, amihez utána ők hihetetlen fantáziával, hogy kik laknak benne, mit csinálnak benne, hol száll le a helikopter, hol lehet csúszdázni, hol lehet különböző növényeket termeszteni, hol van a, nem tudom én, a trónus benne, úgyhogy utána ők belépesítették ezt az egész világot, és észre se vették, hogy a végén már úgy kenték-fenték a fímatekot, hogy öröm volt hallgatni. A másik ilyen törekvésünk volt ezen felbuzdulva, hogy észrevettük, hogy a kreálás, hogy nem csak a kreatív gondolkodás, hanem maga a kreatív kreálás is mennyire hiányzik a gyerekek életéből. Nagyon ritkán találkoznak, és nagyon ritkán van olyan szerencsék, mint nekem, hogy egy nagypapa műhelye kinyílik nekik. És hát mi lenne akkor, hogyha mi kinyitnánk nekik a mi műhelyeinket? Ugye talán hallottak már a Majd Nagy Művészeti Egyetem most egy nagyon nagy fejlődésen vagyunk túl, illetve vagyunk benne, ahol egy új infrastruktúrát kaptuk.
És én felvetettem, hogy mi lenne akkor, hogyha ezeket a BizTeam foglalkozásokat nem mi mennénk el az általános iskolákba, hanem őket hívnánk hozzánk, és gyakorlatilag integrálnánk őket a mi életünkbe, teret adnánk nekik szószoros értelmébe, illetve műhelyt adnánk nekik. És a műhelybe kezdjük őket megtanítani játékos feladatok keresztül, itt például egy óriás kereket barkácsolnak a lányok, ilyen spatulából, hogy hogy lehet mérni, pontozni, fúrni. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen óriás kerék összerakásán, nem is tudom, valami 100, majdnem 200 furatot kell egyen nagyon pontosan kifúrni, különben ilyen kis kacska lesz a óriás kerék, és nem fog forogni. Illetve hogy lehet ebbe a menetes szárakat lefűrészelni pontosan, és hogy lehet akár a munka megosztást is létrehozni. Nagyon érdekes volt, hogy a lányok meg a fiúk között, a fiúk ők kapkodtak, ők mindig törték ezeket a kis patulákat, a lányok meg szép nyugodtan, nagyon precízen dolgoztak, úgyhogy egy nagyon érdekes felismerés volt, hogy a korosztályos különbségek itt a fiúk és a lányok között akár egy ilyen türelem faktorba is mérhető. A fiúkra nagyon sokat kellett figyelnünk, mindig természetesen ott volt mellettük egy mentor, viszont semmi baleset nem történt, pedig többször csináltuk ezt a workshopot, hogyha ők tudatában vannak, és mindenféle oktatást, balesetvédelmi oktatást megkapnak, eszközhasználatot gyakorolnak, mindenkinek megvan a pontos feladata, akkor szépen tudnak fúrógéppel dolgozni, sőt, rámertük őket engedni az állványos fúróra is, illetve beengedtük őket a fémüves műhelybe, ahol ilyen nagyon spéci lombfűrészekkel tudtak nagyon precízen dolgozni, vagy akár a lakatos műhelybe, ahol ilyen menetes szárakat vágattunk le velük, és a legnagyobb ilyen áttörés az a gipszes műhelynek a felfedezése volt, ahol ugye lehetett gipszet önteni, gipszet formálni, és itt például egy szívemnek nagyon kedves saját fejlesztésű feladatunkon dolgoznak a csapatok, ez pedig a Pufi Lufi. A Pufi Lufi úgy néz ki, a képen látják, hogy első körben összeállítunk velük egy gúlát. A gúlát mi azt kértük, hogy előtte a rajzórán, töriórán beszélgessenek a piramisokról, vagyis legyen egy művészettörténeti adaptáció. A matek órán is azt kértük a matek tanártól, hogy foglalkozzanak a geometri testeknek a különböző kerület, terület, térfogat számításával, és hát figyeljenek oda a gúlára. És mikor hozzánk jöttek, akkor pedig ezeket a kis gúlákat összeépítettük velük, kábelkötegelővel, különböző ilyen kis befőttes gumival szépen méretre vágva, és azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha egy másik érdekes fogalmat tanítanánk meg velük a kreatív iparból, ez pedig az absztrakció. Ugye absztrahálni az egy nagyon kemény dolog, az már majdnem szobrászkodás, és kellően elvont gondolkodást igényel, és erre ezt találtuk ki, hogy az absztrahálásnak a folyamatát mi úgy tudjuk a legjobban szemléltetni, hogyha ebbe a geometrikus testbe, ebbe a gúlába gyakorlatilag beleteszünk egy lufit, és a lufiba pedig felülről elkezdünk gipszet pumpálni nyomással, ugye egyébként ezek ilyen tortanyomó formák voltak, ilyen tortamáznyomó zacskók voltak, és abba, amikor a gipszet mi bele nyomjuk nyomás alatt, akkor felvesz egy nagyon érdekes, absztrakt, non-figuratív formát, amit még úgy is segítünk, hogy még izgalmasabb és megismételhetetlenebb, és egyedibb, és kreatívabb legyen, hogy különböző pigmenteket szórnak a gipszbe. Ugye, tanulnak gipszet keverni, tanulnak pigmentekkel játszani, tanulnak negatív formát létrehozni, megtanulják, hogy hogy van a fizikája egy ilyen nyomás alatti formálásnak, és létrejöttek ilyen nagyon érdekes kis színes, fura formájú gipsz figurák, amiket utána mi megszemélyesítettünk velük, vagyis mindegyik kapott egy karakter, mindegyikükből lett egy avatár, akikhez különböző történeteket tudtak kreálni, és különböző élethelyzetbe tudták betenni. Nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon élvezték a gyerekek ezeket a típusú foglalkozásokat. És hát a legvégén mindig az volt a legjobb, amikor szétrobbant a lufi, és minden tiszta gipsz lett.
Ezután engedtük őket rá csak a 3D-s technológiákra, ahol ennek a például pont ezeknek a kis pufilufiknak egy posztamenset modelleztek le és nyomtattak ki, és hát addig meg sem mutattuk nekik a digitális technológiákat, amíg az analógokon végig nem mentek, hogy ne megint az legyen, hogy csak a digitális vonzza őket, hanem tényleg ezeket a szép kézműves műhelyeket nyitottuk ki. És el is érkeztünk a harmadik olyan szinthez, aminél feltettük a kérdést, hogyha tényleg vagyunk felsőoktatásba, szakképzésbe, általános iskolák világába, akkor hogy tudunk lemenni a bölcsödék világába, egészen kisgyermekkorba elkezdeni. Őket nem is azt mondom, őket nem kell semmire se tanítani, csak a környezetüket kell olyanná tenni, hogy kreatívak legyenek, illetve magukat, azokat a foglalkozás elemeket kell kreatívvá tenni, amikkel velük a kisgyermekgondozók, a bölcsödés kollégák foglalkoznak. Ez egy nagyon friss projekt, az ELTE-vel csináljuk közösen, egy úgynevezett KFI kurzuson, ahol kutatás, fejlesztés és innovációval foglalkozunk a MOME IK-n belül, az innovációs központon belül, és nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Ezek közül én kettőt emelnék ki, az egyik a tisztálkodáshoz kapcsolódik, gyakorlatilag egy olyan fűzős játékot tervezett a csapat, amiben a kézmosásnak a sorrendiségét lehet a gyerekekkel játékos formába tudatosítani, átvenni, vagyis ugye itt, ahol a golyónál kezdődik, a szürke golyónál, ott a szürke a kezem, utána van a hideg-meleg jellel ellátott csap, ahol a csapról lehet beszélni, a vízcsap az, hogy ugye meg kell nyitni a csapot, abból jön a víz, a hab, a szappan, akkor utána egy kis, még több szappan menjen a kézre, hogy mind a két kéz meg legyen mosva, utána több vízzel, több vízcseppel kell azt leöblíteni, a végén tiszta lesz a kezem, mint ahogy itt azon a rózsaszín ábrán látszódik, illetve ott az a sárga, piros csíkokkal, az pedig a törülköző, amiben meg kell törülnöm. Úgyhogy gyakorlatilag egy folyamat ábrát tettünk nekik játékossá, és egy gyöngyfűzős játékot adtunk a kezükbe. A másik csapatnak a munkája is nagyon érdekes volt, ők az étkezéssel foglalkoztak, és abból indultak ki, hogy az egy étkezés során mindig egy érdekes dolog, hogy milyen kiegészítőket kapnak a gyerekek, illetve, hogy milyen kiegészítőkben jönnek be az óvónők. Az óvónők a kisgyermekgondozó bölcsisnénik, és hát ez egy érdekes szituáció, mert pici gyerekek ülnek fegyelmezetten az asztalnál, a bölcsisnéni bejön egy ilyen-olyan állapotú köténybe, és betol egy ilyen fém, zörgő szekeret, amin van a kaja leterítve valamivel. És a csapat ezzel foglalkozott, hogy hogy lehetne ezen változtatni, és hát nagyon sok interjút csináltak különböző bölcsödékkel, és hát mondták a bölcsisnénik, hogy ezt mondják fel, hogy hát hogy úgy tetszik kinézni, mint egy banya, mert olyan ez a fejkendő, meg a különböző ilyen formaruha boltokba kapható uniformisok is nem túl inspirálóak. És hát a másik feedback volt, hogy folyamatosan valamilyen történetet kezdenek el mesélni itt a kisgyermek gondozók, a brokkoli sárkányról, a Barbie főzelékről, a sárgarépa erdőről, hogy kedvet csinálnak az étkezéshez. És ebből kiindulva a csapat, ők egy ilyen kötényfalut terveztek, egy ételfalut terveztek meg, amiből kötény, parterdi terítő készülhet, és azt találták ki, hogy gyakorlatilag lenyomnak egy olyan anyagot, amiből ezt a ételfalut létre lehet hozni. Miért jó ez? Egyrészt, mert a szülőket be lehet vonni, hiszen ebből ezeket a kis kötényeket különböző textilfestési eljárásokkal akár lehet personalizálni, személyre szabni, illetve utána, hogyha megvan ez a színes kötény, akkor a gyerekek, mint hogyha amúgy is a kisgyerekek imádnak lógni a bölcsisnéneket, gyakorlatilag egy történetet a bölcsisnéninek a testéhez, ez nagyon fontos, ez a testi kontaktusnak a megléte ebbe a korba, gyakorlatilag ott le lehet rajtuk vezetni, hogy akkor most ugye a paradicsom belement a tányérba, meg a banán, meg stb. Micsoda, és gyakorlatilag egy egész ilyen ételmesét végig lehet mutogatni ezen a kötényen, és gyakorlatilag egy szerves, kiemelt része lesz ennek a étkezési kultúrájuknak,
amit a bölcsiben megtesznek, illetve ehhez lehet olyan kis partedliket is tenni, amik szintén ezt a történetet tudják erősíteni, illetve magának ennek az étel szekérnek a terítőjét is át lehet hangolni, és az is rögtön egy ilyen történetmesélésnek a kellékévé tud válni. Úgyhogy én köszönöm is a figyelmet, eljutottunk a felsőoktatástól a bölcsödék világáig, bízom benne, hogy ezekkel a jó példákkal tudtam inspirálni, és kedvet csinálni ahhoz, hogy hasonlóképpen megpróbáljanak kreatívan gondolkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!